Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, ha esetleg még nem találkoztatok valamint, akkor sziasztok, én Cynthia vagyok, és ez itt az én kis YouTube csatornám. A mai videóban pedig 6 olyan termékről fogok beszélni, amik így nem váltott be nekem. És én nagyon-nagyon nem szeretem azt a szót használni, hogy valami antikedvenc, vagy nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor valami nem válik be, és úgymond negatív dolgokat kell róla mondanom, mert nyilván azért veszem meg, mert szeretném szeretni, és nyilván ezek nekem sem esnek jól, hogy nem váltak be, de mielőtt belevágunk ebbe a videóba, és megmutatom neked ezeket a termékeket, nagyon-nagyon fontosnak tartom leszögezni azt, hogy attól, hogy nekem nem vált be, ti még szerethetitek, és nektek még lehet a kedvenc terméketek. Nem vagyunk egyformák, más a bőrtípusunk, mások az igényeink. Alapból szerintem mindenki más vár el egy picit a termékektől, amit megvesz. Úgyhogy ezt fontosnak tartom leszögezni, hogy attól, hogy nekem nem vált be, te még szeretheted, és ez lehet fordítva is így. Ha mondjuk neked valami nem válik be, attól én még szerethetem. Úgyhogy kezdjük is el, 5 smink termék és egy háztartási termék lesz itt. Szeretnék háztartási termékekről is beszélni, mert miért nem beszélhetnék? Egyrészt azért, mert a csatornámon elég sok olyan vlog van, amiben takarítok, háztartási praktikákat mutatok be, vagy csak egyszerűen tényleg azt látjátok, hogy takarítok és élem a hétköznapi feleségek életét, úgyhogy fontosnak tartom ezt is behozni az ilyen videóba, és nem csak szépségápolásról beszélni. Ami nekem nagyon-nagyon fura, de nagyon-nagyon pozitívum is, hogy hajápolási termék nem volt itt, pedig gondolkodtam azon, hogy van-e jelenleg olyan hajápolási termékem, amit esetleg annyira nem szeretek, és mondjuk meg szeretném nektek mutatni, hogy mondjuk lehet, hogy ez annyira nem jó, vagy óvatosan vedd meg, vagy gondold el még egyszer, nézd meg esetleg róla több videót, bármi. De nincs most jelenleg ilyen a kollekciómban, aminek nagyon-nagyon örülök. Sminktermék annál több. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Kezdjük egy fényvédővel. Kicsit közel hozom magamhoz a termékeket, mert elég távol van. Kezdjük egy fényvédővel. Ez a Senelle márkától, remélem jól lejtem. Ez elméletileg egy több mint 50 faktor tartalmazó fényvédő. Már az nem tetszik benne, hogy színezett. Én ezt a Cosibellától kaptam, a Cosibella csapatától, és a legtöbb termék ott nekem bevált. Volt egyébként még olyan, ami nem, de azt nem tartottam meg. Kár volt, pedig lehetett volna róla beszélni. Nyilván a legtöbb arcápolási termék az hosszú távon lesz eredményező, vagy nem eredményező. Nekem már az negatívum volt, hogy ez színezett. Én direkt kihangsúlyoztam azt szerintem, hogy én nem szeretem a színezett termékeket, és hogyha valaki nézi a videóimat, vagy belenéz a csatornámba, nagyon-nagyon sok videómban említem azt, hogy én nem preferálom az ilyen színezett hidratálókat, meg krémeket, fényvédőket meg pláne nem. A fényvédőből nagyon-nagyon sok kell, hogy az tényleg szépen és hosszú távon tegye a dolgát, tehát nem pici borsókat teszek fel, hanem egy jó adagot. Én mindig úgy szoktam, hogy kimérem erre a két ujjamra, és azt oszlatom el a bőrömön, illetve a nyakamon, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt eldolgozni, iszonyatosan csíkos volt, és ami nekem nem tetszett, azon túl, hogy ugye ilyen csíkos, mázolt hatást keltett, tehát olyan, mintha egy ecsettel végigúsztad volna, egy ilyen festő ecsettel, az összes kis nyom megmaradt. A másik az az, hogy 5 perc múlva elkezdett kukacosan felperegni és leperegni, tehát hogy így felkukacosodott és le is pergett az arcomról. Erre esetleg még felvinni egy primert, vagy alapozni. Még az alapozás az egy olyan dolog volt, hogy azzal én úgy megküzdöttem, de primert felvinni rá biztos, hogy nem. Tehát, hogy az olyan volt, amikor a kisgyerekek sárba megfürödnek, tehát minden anyuka rémálma szerintem, amikor túl nagy a csend az udvaron, egy esős idő után, amikor még van a kis pocsolyák, és kiderül, hogy a kisgyerek megfetrengett a sárban. Na, úgy nézett ki az én arcom körülbelül. Lehet, hogy csak nekem nem vált be, nem tudom, egyébként még van benne, negyedik van, nagyon-nagyon akartam, hogy elhasználjam, és hogy szeressem. Én tényleg küzdöttem ezért a termékért, de nem ment. Tehát annyi negatívum volt benne, vagy hát annyi számomra nem pozitív dolog volt benne, hogy nem tudtam egész egyszerűen elhasználni. A másik, ami nem tetszett benne, az az iszonyatosan erős utóillat. Szó szerint csípte a szememet, én nem tudom, hogy milyen illatot használtak benne,
Ez elméletileg egy natur kozmetikum lenne, vagy nem tudom, mert hogy bőrbarát, meg minden, nem tudom, nem. Ez nagyon-nagyon nem vált be nekem. Ami szintén nem vált be nekem, és fájó ezt kimondani, ez viszont egy színezett hidratáló, ez a Catrice-től, ez a 24 órás Hyper Hydro Skin Tint. Nekem a 010-es Natural Scent árnyalatban volt meg, vagy hát van meg, ez amúgy vegán termék elméletileg, és érzékeny bőrre. Na most, itt nekem a problémám, hogy nyilván tudom, hogy ez egy színezett hidratáló, fel kell rázni. Nagyon-nagyon sok van még benne, de ez konkrétan, ez egy víz. Tehát, hogy nincs benne ez a színezék, tehát, hogy nincs benne semmi. Ez egy folyadék benne, víz alapú folyadék, és hiányzik belőle maga a szín. Tehát ez megint olyan volt, hogy hiába ráztam, hiába kevertem ki mással, ez azonnal ketté válik. Tehát maga a két termék, ez a hidratáló és ez a színezett cucc, ez nem áll össze benne. Tehát ez nem keveredik, ez két külön komponensű dolog. És nagyon-nagyon rossz volt használni is. Annak ellenére, hogy ez érzékeny bőrre van, akár hiszitek, akár nem, én nekem icike-picike ilyen kis pattanásos hólyagok jöttek ki az arcomon tőle, amit úgy kell értelmezni, hogy ha hozzáérsz, már így kipukkani. De nagyon sok ilyen picike lett, és pláne itt egyébként így az állam, meg az a T-vonalamon, ahol nem szokott egyébként nekem pattanásom lenni, de ugye ez nagyon-nagyon olajos, és szerintem ez a kettő dolog, ez így nem tudott együttműködni. Úgyhogy ez nekem egy hatalmas nagy nem, már csak azért sem, mert maga ez a két komponensű dolog, ez így nem áll össze, tehát hogy nem lehet összekeverni szépen. Egyébként, amikor a kezemre öntöttem ki is, mert annyira nagyon forró, hogy ezt így az arcomra közvetlen nem is tudtam volna felcsepegtetni, már ott kiütközött az, hogy a kézfejemen elkezdett ez szétválni. Lehetséges, hogy ezt valaki nagyon-nagyon szereti, én azon is gondolkodtam, hogy csak én vettem mondjuk olyant, ami rossz, vagy esetleg lejárt, nem tudom, de ez egy hatalmas nagy nem. Na most, a következő három termék, amiről én beszélni fogok, az Revolution. És azt most leszögezném, hogy én nekem semmilyen rejtett utálatom, vagy ellenszemben magához, a márkához nincsen, de én az elmúlt időszakban nem tudtam jó terméket kipróbálni tőlük, pedig biztos, hogy van olyan egyébként, amit szerettem régebben. A palettáikat mondjuk nagyon-nagyon szeretem a Revolutionnek, azok nagyon-nagyon jó minőségűek, az ajaktermékeik is nagyon-nagyon jók, és szerintem többször voltak már kedvences videóban is, de ez a három, ez egy hatalmas nagy nem. És hogyha már sminkvonalon indultunk el, akkor kezdeném egy szemhéj puder bázissal. Ez gyakorlatilag egy szemhéj primer, ugye szemhéj puder alá kell felvinni, és nekem ezzel az a problémám, hogy így még teljesen jó, eldolgozva viszont, még eldolgozni se lehet, tényleg, de valahogyan nem lehet szépen felvinni rá a szemhéj pudert. Én akárhányszor használtam, egyrészt nagyon-nagyon kevés kell belőle, ez egy nagyon-nagyon pozitívum. Fél matra szárad egyébként, a finish az ilyen fél mat, de nekem valahogyan sose sikerült szépen felvinni rá a szemhéj pudert. Csináltam úgy is, hogy nem fixálom le, csináltam úgy is, hogy lefixálom, mind a két alkalommal az eredmény ugyanaz volt. A matt színek nagyon-nagyon csomósak maradtak, egész egyszerűen, ahol először hozzáérinted a szemhéjpudert, ott marad egy folt, amit nem tudsz eldolgozni, bármennyire is akarod, bármennyire is csinálod, és bármennyire is rajta, hogy ügyön. Higgyétek el, nem fogjátok tudni szépen eldolgozni, legalábbis én nem tudtam. És volt olyan, amikor pedig nagyon-nagyon sokat dolgoztam azon, hogy a mélyítővonalom gyönyörű, szép és eldolgozott legyen, nem jött össze. A csillámosabb színek pedig egész egyszerűen leperegnek róla. Tehát, hogy meg se tartja. Egyáltalán nem. Úgy, ahogy van, felviszem, úgy le is potyog, lejön minden. Abszolút. És ugye itt van az, hogy ennek állítólag tartósítania kéne a szemsminket.
nem. Ha sima korrektort vagy alapozót viszek fel, akkor sokkal-sokkal tartósabb, míg ezzel gyakorlatilag pár óra után elkezd megkopni, lekopik, ha egyáltalán fel tudom vinni, úgyhogy nekem jó legyen. Úgyhogy nekem ez a termék, ez abszolút megbukott a tesztem, egyébként nem is használtam el, feltehetőleg megy a kollekciómból, nagyon-nagyon nem. Nagyon-nagyon nem szerettem, pedig nagyon sokféleképpen próbáltam használni tényleg, de nem működött. A következő termék az nem más, mint szintén a Revolution márkától egy ajakradír, és ezt csak kipróbáltam, tényleg. Egyrészt magák a szemcsék iszonyatosan durvák benne, tehát nagyon-nagyon kevés kell belőle, ami amúgy pozitívum is lehetne, mert nyilván így sokat tovább tart a termék, de ha már csak egy picit lágyan megdörsölöd az ajkaidat, már akkor így felszaggatja egész egyszerűen, pedig nekem viszonylag érzékenyek az ajkaim, ez tény és való, de nagyon-nagyon figyelek a hidratálására és az ápolására. Azt nem mondanám, hogy annyira nagyon igénybe vett, pláne nem így a nyári időszakban, viszont ez nagyon-nagyon durva ez a termék, tehát hogyha neked érzékeny, és még tényleg azt mondom, hogy extra ápolást igényel, akkor nagyon-nagyon nem tudom ajánlani. Ami viszont nagyon zavaró is, ami miatt nekem ez egy hatalmas nagy negatívum, és nagyon-nagyon nem szeretem, az az illata. Az illatát én azt úgy tudnám leírni, hát a 80-as, 90-es években szerintem a hölgyek használtak egy ilyen patchouli nevezetű parfümöt, aminek ilyen nagyon-nagyon erős illata van, de ne kövezetek meg, engem a nagymamám házára emlékeztet, tehát akárhányszor bementem a nagymamámhoz, ott volt ilyen illat. Én ezt az illatot én úgy szoktam hívni, hogy régi Kádár kocka. Ne kövezzetek meg tényleg, de szerintem, ha valaki találkozott már, ez egy nagyon-nagyon jellegzetes illat. Szerintem abszolút 80-as, 90-es évek illata, fantasztikus. Nekem a nagymamám házának volt ilyen illata. A fürdőszobájának mellesleg, a fürdőszobájának. Nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon tolakodó, és brutál mód érzed folyamat utána, és brutálisan lehet érezni, miután használtad, ez abszolút nagyon rossz, és már most rosszul vagyok tőle. Szóval ez is egy olyan termék, ami nekem nem. Egyébként ez volt az első ilyen ajakradírom, amit használtam, és nagyon-nagyon szerettem volna kipróbálni már ilyen terméket, és nagyon-nagyon szerettem volna szeretni, de nem. Tehát, hogy lehet, hogy még fogok van egyébként kísérletezni a későbbiekben. Még nem válok meg tőle teljes mértékben, hát ha rávisz a lélek, és meg hát, hogyha lesznek olyan állapotban az ajkaim, hogy csak ez fogja megmenteni. De egyelőre ő sem egy túl nagy szerelem nekem. És az utolsó Revolution termék, az egy smink lemosó spray. Egyszer nem olyan régen, tavasszal volt egy nyereményjátékom Instagramon, amiben ez a termék is szerepelt, természetesen kettőt vettem belőle, és úgy voltam, hogy én is szeretném kipróbálni, hát hogyha ez még nagyon jó lesz, meg minden. Nem. Már igazándiból az, hogy spray. Tehát, hogy nem nagyon tudtam elképzelni, hogy amúgy teljesen olyan, mint egy hajlak, ha megnézitek. Önmagában egyébként szépen fúj, tehát maga a termék szépen jön ki belőle, nyilván ebből ti most semmit nem látok, de ez konkrétan viasz. Én kipróbáltam úgyis, hogy vattakorongra fújjon, kipróbáltam úgyis, hogy erre a többször használatos vattakorongra, ez a moshatóra, és kipróbáltam közvetlen az arcomra is. Na most azt hagyján, hogy arctól lefele mindenem olyan volt, de viasz. Nem oldja a sminket, ide-oda tologatja az arcomon. Majdnem azt mondanám, hogy sokkal piszkosabbnak és sokkal koszosabbnak éreztem az arcomat, mint volt. Mert nyilván az arc smink is a nap folyamán szedi össze a kis dolgokat, akár értem itt a port, akár a levegőn keresztül bármilyen mikrobacikat össze tud szedni. És esküszöm, és sokkal koszosabbnak éreztem magamat, miután ezt használtam, mint tisztábbnak. Alig vártam, hogy lemossam. A micellás víz is után nagyon nehezen bánt el vele, és a kis arctisztító gélem is, amit használok a Baleától, ide-oda tologatta, és olyan, mintha tényleg viasszal fújtam volna be az arcomat. Nem is használtam
egy alkalomnál többször, mert ez akkora nem volt. Mellesleg aznap egyébként még rúzs is volt rajtam, azt hiszem. Na hát azt meg sem mozdította. Hát, hogy a rúzs az felejtős volt, tehát a rúzs szempilla spirál az úgy kifogott rajta, mint hogyha vízállós mint lett volna rajtam, meg sem mozdította, tényleg. Nagyon rossz volt, és egyébként szemkörnyékre pedig pláne nem ajánlom, mert azt nekem még irritálta is. Úgyhogy, na ő a legnagyobb nem nekem itt ebből a kis csoportból. A sminktermékek azok ennyik lettek volna, egyetlen egy háztartási dolog maradt itt, az pedig egy Domestos nedves törlőkendő. Hát ezt elméletileg lehet használni felületeken, tehát itt úgy mutatja, hogy kilincs, kuka, WC, szóval gondolom fürdőszobába is, illetve bármilyen felületen lehet használni igazából. Ez egy megapak, 100 darabos. Elmondom, hogy mi a problémám vele. Én hétközben, amikor ilyen kisebb takarításokat csinálok, akkor nagyon-nagyon szeretem ezeket a nedves törlőkendőket használni. Akár fürdőben, akár WC-ben, akár a konyhában, nagyon-nagyon könnyű és gyors vele takarítani, szerintem. Hihetetlen, hogy ezt mondom, de a Penis pár száz forintos higiéniai kendő több dolgot szedett össze, és többet takarított, mint ez. Tehát a fürdőben igazából így tolja maga előtt a port, ha lehetek így őszinte, nem is szedi össze, arrébb teszi, de nem szedi magába. Ez az egyik, ami nekem egy hatalmas nagy negatívum, mert én azt gondolnám, hogy ezeknek a termékeknek az az egyik előnye, hogy gyors, praktikus, könnyű használni. Ez nem így van. A másik az az, hogy gyakorlatilag annak ellenére, hogy iszonyat erős illata van, ez legyen a legkisebb bajom, nem érzem annyira nedvesnek, tehát lehetne ebbe egy picikét több termék is. Na most lehet, hogy ez azért nincs annyira átitatva magával a termékkel, mert ugye Domestos van benne, amit ha mondjuk te csak szimplán kézzel használsz kesztyű nélkül, akkor lehet, hogy mondjuk jobban szárítja a kezedet, vagy alapból nem jó a bőrfelületnek, szóval itt a logikát még látom, de azt nem látom, hogy miért van az, hogy abszolút nem képes maga ez a kendő magába gyűjteni a koszt. Tehát ha mondjuk egy poharat lerakok a dohányzóasztal, és el akarom utána törölni a dohányzóasztalt, akkor nekem súrolnom kell, ami nem jó, mert nem ezért vettem meg, hanem azért, hogy könnyítsek az életemen. A fürdőbe pedig maga a késcsap, meg a kis fürdőszobai szekrényünk, ami a csap alatt van, a sajnos könnyen be tud porosodni, mert elég kicsi a fürdőnk alapból, és ugye ott van mellette a mosógép is, amiben ha berakom a ruhát, kiveszem a ruhát, ugye az is sokkal több por bocsát ki magából, meg tényleg ez a lakás, ez viszonylag porosabb, nem tudom, hogy miért, nagyon könnyen porosodik. Tényleg így tolja maga előtt a port, ami szerintem szörnyű, mert utána simán át kell mennem, vagy egy mikroszálas törlőkendővel magán a felületen, ahol használtam, vagy papírtörlővel. Még ahol egyébként a legjobban el tudom ezt képzelni, és ahol amúgy szeretem használni, az a főzőlap. Tehát az, amit szépen le tud törölni, meg a kávéfőzőt szoktam vele nagyon-nagyon szívesen takarítgatni, mert ott tényleg jó, meg ott szépen leszedi a dolgokat, de a többi felületre én nem igazán tudnám ajánlani, mert gyakorlatilag dupla munkát csinál neked. Ennek ellenére el fogom használni, mert 1900 forintba kerül most már ez is, ami baromi drága, mert még emlékszem, hogy ilyen 100 darabos megapakot is vettem 1000 forintért, úgyhogy igen, de ez nekem nagyon-nagyon nem vált be. Még tényleg azt mondom, hogy a Penis pár száz forintos is gyönyörű szépen összeszedte a port. Nem mellesleg egyébként azt tükörfelületen is tudtam használni, ezt nem. Ezt most kipróbáltam nem olyan régen a fürdőben, tudom, hogy nem ez a célja, meg nem erre hivatott, de gondoltam, megpróbálom, és a Penis az nagyon-nagyon szépen tette a dolgát, nem hagyott maga után foltokat, csíkokat a tükrön, gyönyörű szépen le tudtam vele takarítani, ami nekem szintén egy nagyon-nagyon jó dolog volt abban, mert könnyítette a hétköznapjaimat. Úgyhogy igen, nem terveztem ezt a videót ilyen hosszúra, kicsit őszintén szóval zavarba érzem magamat abból a szempontból, hogy én nem szeretek így negatív dolgokról beszélni a csatornámon, most pedig
egy egész videót szenteltem olyan termékeknek, amiket nem szeretek, úgyhogy lehet, hogy néhol nem feltétlen voltam komfortos így, meg nagyon nem éreztem jól magamat, lehet, hogy ezt majd ti is érzitek, mert tényleg nem szeretek ilyenekről beszélni. Ennek ellenére köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett nektek, akkor jelezitek felém egy lájkkal, ha úgy vagy itt és még nem tetted meg, akkor mindenki iratkozz fel a csatornámra. Ne felejtsétek el követni Instagramon sem, mert igyekszem ott is aktív maradni, illetve most már megtaláltok Vinteden is, annak is a linkjét megtaláltok len a leírásban. Ha van kedvetek, nézzetek körül, igyekszem folyamatosan feltölteni új dolgokat, de szerencsére most már egészen jól ürül a szekrényem, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülök, mármint, hogy az ilyen felesleges dolgok kiürülnek, és tényleg most már csak olyan helyen vannak, amiket előszeretettel használok, de ennek ellenére nézzetek körül, mert rengeteg minden van fenn. Én pedig majd nem sokára érkezem egy újabb videóval, remélem, hogy akkor is velem tartotok, addig is legyen csoda szép napotok. Sziasztok!